Gyöngyi Tolnai Lajos Gimnázium, Tolna megye legrégebbi gimnáziuma, melyben 1806 óta folyik a tanítás. Az intézmény a német oktatás egyik fellegvára, mely azzal is büszkélkedhet, hogy az innen kikerülő diákok jelentős része a későbbi életük során is olyan munkaterületeken helyezkedtek el, ahol elengedhetetlen volt az itt megszerzett nyelvismeret. Nyilván olyan környezetbe került, kezdetben Nagyszékelyben, most pedig már hát ugye Gyönkön van az iskola, hogy majdnem azt mondom, hogy nem is lehet szinte más, mint a német nyelv, illetve a német nyelvvel összefüggő hagyományoknak az egyik fellegvári. Kezdetben volt a két tannyelviség, utána volt, illetve még most van egy felmenő rendszerben egy osztályunk, a nemzetiségi kétnyelvű osztály. Ugye itt ezeknél a csoportoknál az anyanyelv a német nyelv, tehát tulajdonképpen a diákok a tantárgyak, tehát az iskolában tanított tantárgyaknak az 50%-át minimum az anyanyelvükön, tehát a német nyelven tanulták, de itt gondolok a német irodalomra, történelemre, biológiára, fizikára, esetleg testnevelésre, olyan az osztályfőnök, nyilván itt német nyelven beszél osztályfőnök, akkor az osztályfőnök jól is német nyelven zajlott, tehát ez egy nagyon komoly rendszer volt, és az utóbbi 3 évben picit változtattunk rajta, most már a nemzetiségi nyelvoktató van. Az iskola által elvégzett kutatás azt mutatta, nem volt már igény a kétnyelvű oktatásra, egyre kevesebb diák választotta ezt a képzési formát. Viszont a népismeret tanítása iránt megnőtt az érdeklődés. A nemzetiségi osztályoknak az anyanyelve azért a német. Tehát tulajdonképpen ők a német kultúrát, a német hagyományokat maximálisan megismerik, és végén érettségi tantárgy is ez nekik tulajdonképpen. Egy komoly projektmunkával tudnak az érettségi vizsgára menni. Tehát az a feltétel ennek az érettségre bocsátásnak is. Megismeri az üldöztetéstől kezdve, amikor őket betelepítették, vagy éppen kitelepítették az itt lévő dolgaikat, a hagyományt, tehát a régiséget, minden, ami egy népcsoporthoz hozzátartozik, tehát hasonlóan, mint a magyar történelemhez, ők a németben ezt a népismeretet használják. Ezekben az osztályokban olyan gyerekek jönnek, akik otthonról is hozott értékként a német nyelvet, illetve ezt a német identitástudatot azért örökölték. Beszélhetünk itt német kollégának a gyerekéről, esetleg külföldi diák is csatlakozik, az mindig jó egy osztálynak, egy kicsit más kultúrát hoz be, egy más szemléletet egy német gyereknél, vagy egy dél-tiroli gyereknél, volt ilyenre is példa, de volt svájci tanulónk is, tehát ő is egy picit másfele vitt, és mindig több, sokrétűbb lesz az egész dolog, illetve hát az ő élményeiből azért szerintem gazdagodnak a mi gyerekeink is. Az utánkövetések azt mutatják, hogy a nemzetiségi osztályokból kikerülők közel 75%-a megmarad a német nyelvhez köthető munkaterületek környezetében. Ez lehet a munkájával összefüggésben, lehet magán emberként, nagyon sokan, én is ide jártam iskolába, az én korosztályomból például nagyon sokan vannak külföldön, akik a német nyelvterületen boldogulnak, de vannak olyan gyerekek is, akik német követségen vannak, német nagyvállalatoknál tolmácsként dolgoznak, vagy esetleg olyan beosztásban, ahol napi szinten használják az itt megtanult német nyelvet. Tehát én azt gondolom, hogy aki azon a tagozaton végzett, az szinte majdnem mindenki kapcsolatban van a mai napig a némettel. Akkreditált nyelvvizsgahely vagyunk, így van. Két nyelvvizsgát tudnak nálunk tulajdonképpen megszerezni a gyerekek. Az egyik az az úgynevezett ÖSD, az egy egynyelvű osztrák nyelvvizsga, ez egy középszintű nyelvvizsga, de egyébként ugyanúgy elfogadják felsőoktatási intézmények is. A másik az pedig egy felsőfokú német, a DSD nyelvvizsga, az egy nagyon komoly felkészülést igényel, és hát azok a diákok, akik azt akceptálják, onnantól kezdve ők tulajdonképpen a német nyelve bárhol el tudnak boldogulni. Az iskola jelentős külkapcsolatokat épített ki az évek során, melyben az itthon tanultak kamatoztathatóak voltak, hiszen a gyerekek könnyedén boldogultak a németországi tanulmányi útjaik során. A jövőt tekintve Bán Tamás azt mondja, a nyelv mellett a sport lesz a képzés másik alapköve, ahol szintén szükség lesz majd a gyerekek nyelvtudására, ha nemzetközi szinten képviselni fogják az iskolát, a megyét, vagy adott esetben az országot.